Új épületszárnyat és új tornacsarnokot avattak a napkori Jósika Miklós német nemzetiségi általános iskolában szeptember elején. Az 1 milliárd forint értékű beruházás részeként az intézményben több tantermet felújítottak, és új csoportszobákat is kialakítottak. Az új tanévet az iskola összesen csak nem 200 diákkal, köztük 27 első osztályos tanulóval kezdte meg. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a településen ez létrejött, megépült, hiszen már visszaemlékszem, hogy a 70-es, 80-as évektől még az elődeink is szerettek volna egy 40x20-as szabvány tornacsarnokot építeni. Nekik egy 12x24-es sikerült, amit szintén megbecsültünk, hiszen nagyon sok gyerek megtanulta ott sok-sok sportág alapjait. Viszont most egy pár évvel ezelőtt uniós, illetve kormány támogatással sikerült ezt az iskola fejlesztési, illetve beruházási pályázatot megnyernünk, úgyhogy egy közel másfél év alatt meg is építették, úgy a csarnokot, mint az iskola átalakításánál is felújítottunk 6 tantermet, 5 új tantermet építettek, különböző foglalkoztató helyiségeket, úgyhogy azt gondolom, hogy teljesen modern lett az iskolánk. Új külső és belső festés kapott és energetikailag is korszerűsítették a polgármesteri hivatal épületét Kálmán házán. A beruházás belügyminisztériumi támogatásból 10 millió forintos önerő hozzájárulásával készült el. A szeptemberi átadó ünnepségen elhangzott, a fejlesztés a lehető legjobbkor valósult meg, így ugyanis az önkormányzat jelentősen csökkenteni tudja a működési költségeit. Nagyon örültünk, amikor lehetőség nyílt egy ilyen pályázat keretén belül, hogy felújíthatjuk ezt az épületet, amiben sikeres pályázat következtében meg is történt. Az épület igazándiból napelemrendszereket kapott, külső szigetelést és külső festést kapott, illetve a nyílászárok cseréje is egy magasabb kategóriába tartozó nagyobb energetikai minőségnek megfelelő üvegeket kaptak. Ebbe bízunk abban, hogy a mostani nehéz helyzetben, amikor már megemelkedtek ezek az energiárak, hogy azért valamennyi pénzt meg fogunk tudni takarítani az önkormányzat részére, és ez hosszú távon azért most nagyon fontos dolog. 600 méteres belső útszakaszt adtak át Tiszaeszlár Bashalom községben szeptember közepén. A Magyar Falu program keretében megvalósult beruházás 8 millió forintba került. Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos, az átadón elmondta, hogy a program indulása óta 46 milliárd forint támogatás került Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. Ilyen útfelújítást egyébként országszerte a program indulásától kezdődően 2770 helyszínen végeztünk már el, és ezeknek az összértéke 65 milliárd forint, de további 1400 településen vagy 1400 helyszínen járdák, kerékpárutak is épültek ezekhez az utakhoz csatlakozva. Ez is valamivel több mint 10 milliárd forint értékű fejlesztést jelentett, és minden pályázati fejlesztést összeszámolva pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe a program indulása óta 46 milliárd forintnyi támogatás érkezett már. Új bölcsődét adtak át Nagykálóban szeptemberben. A beruházásra az önkormányzat több mint 350 millió forintos támogatást nyert. A korszerű, 36 férőhelyes intézményben a csoportszobákon és a kiszolgáló helyiségeken kívül egy közel 50 négyzetméteres foglalkoztató terem is helyet kapott. Ami nagyon fontos ugye a mai helyzetben, hogy ez egy nagyon korszerű épület, hőszivattyú, azt gondolom, hogy nagyon magas minőségi hőszivattyú, illetve gázfűtéssel rendelkezik, illetve nyilván a hőszivattyú mellé ugye elengedhetetlen ma már a napelem, úgyhogy napelem biztosítja majd ennek a működtetését lényegében, hát reméljük, hogy nagyjából teljesen, de ha nem, akkor is nyilván egy energiatakarékos épületről beszélünk, szigetelt ablakkal, nagyon komoly tetőszigeteléssel. Fehér nandú fióka kelt ki a Nyíregyházi Állatparkban szeptemberben. A fióka a kakas által földbe vájt fészekben látta meg a napvilágot, erre pedig eddig nem volt példa Sóstón. A Dél-Amerikából származó futómadár a struchoz hasonló, ám annál jóval karcsúbb testfelépítésű. A csöpség az Andok kalandok kifutóban, az alpakák tőszomszédságában él. Alapvetően a nanduk egy igazán különleges futómadarakhoz tartoznak, hiszen szürke tóruhával rendelkeznek, de később kitenyésztették a fehér színváltozatát is az állatoknak, és azért különleges a kicsinek a világra jövetele, mert ez az első a történetünk során, mikor is a maga az apa állat költi ki a tojást. 12 évvel ezelőtt volt már kis nandunk, de akkor azok igazából tojáskeltetőben keltek ki, most viszont természetes úton sikerült így szaporítani ezeket a különleges futómadarakat.
Nyírbogát városán nyilvánításának egyéves évfordulóján szeptember 16-án adták át a település belterületén megépült kerékpárutat. A 2,5 kilométeres szakasz a már meglévő 60 kilométeres bicikli út szerves része. A fejlesztésre azért volt szükség, mert a településen halad át a 471-es főút. Nyírbogát azon szerencsés települések egyike, aki elmondhatja magáról, hogy szinte minden irányba van egy kivezető kerékpárútja. Ugye az előző ciklusban megépítettük a külterületi kerékpárutainkat, az idei esztendőkben pedig megépítettük a belterületi kerékpárutat. Számunkra nagyon fontos a kerékpárutnak a jelenléte, a léte, mert amellett, hogy egy beruházásként megépítettük, amellett nagyon hozzájárul az embereknek, az itt élő lakosságnak és a környező települések lakosságának is a szemlélet formálásához, egészségtudatosabb magatartás kialakításához, a közösség formálásához, hiszen a kerékpárút nem csak közlekedés biztonsági szempontokat hordoz magával, hanem biztosítja azt is, hogy kisgyerektől az idősebb korosztályig elindul rajta. Van, aki kerékpárral, van, aki görkorival, van, aki csak gyalogol, és van, aki csak babakocsittal. Árvízi és szükségtározókkal lehet csak védekezni a pusztító aszály ellen, amely a mezőgazdaságnak idén hozzávetőlegesen 1000 milliárd forint veszteséget okozott. Erről is beszélt előadásában Áder János, korábbi köztársasági elnök Máté Szalkán. Alkalmazkodnunk kell egyénként, alkalmazkodnunk kell közösségként, alkalmazkodnak kell az egész országnak, mint ahogy most is alkalmazkodnunk kell a megemelkedett energiaárakhoz. Nem tudjuk elkerülni. És hogyha nem akarunk nagyobb bajt, és hogyha olyannak akarjuk Magyarországot, mint amilyen a képeken volt, akkor itt, a Kárpát-medencében nem tudjuk megakadályozni, hogy az amerikaiak kevesebbet fogyasszanak, legfeljebb beszélhetünk a lelkükre. De azért a saját házunk táján söprögethetünk. A globális folyamatokat ez nem fogja befolyásolni 0,14%, ugye a hozzájárulásunk, látták a táblázaton, a globális kibocsátáshoz. Mi lemehetünk 0,10-re, 0,1-re, mindenre lemehetünk. Ez a globális kibocsátás nem befolyásolja. De a saját környezetünk szempontjából, ha nem is ebben gondolkodunk, de nem dobunk el PET palackot, nem visszük ki az árok szélére, nem a folyópartra, a kommunális hulladékot nem a saját környezetünkbe helyezzük el, odafigyelünk a vegyszerhasználatra, odafigyelünk egyébként a túlzott fogyasztásra, akkor már azért mégiscsak tudunk tenni valamit a saját boldogságunk és a saját környezeti lábnyomunk csökkentése érdekében. Az előadáson nem csak az aszályról, hanem az árvizekről és a szennyvíz szennyezésről is szó esett. A vizet fenyegető három veszély mindegyikét kezelni kell nem csak Magyarországon, de világszerte is, a köztársasági elnök szerint.